Tartós élelmiszer és téli ruhaneműk. A legtöbbet most ezekkel a felajánlásokkal segíthet a lakosság a hajléktalan ellátásban, mondta Szoboszlai Katalin. Az immár több mint 20 éve működő Periféria Egyesület elnöke szerint a 2023-as év alapvetően abban különbözött az előzőtől, hogy a koronavírus járvány lecsengésével kezdett visszatérni a lakosság adományozó kedve. A betegség idején nagyon alacsony volt az embereknek a szolidaritása tőlük sokkal rosszabb helyzetben lévők iránt. Mert hogy nyilván mindenki meg volt ijedve, nem ismerte a betegséget, meg beizárkózott, és nem ment sehova otthonról, és ez mondjuk érződött azon, hogy jóval kevesebb lakossági felajánlást vagy adományt kaptunk a hajléktalanok segítésére, mint a COVID előtti időszakban. Az Egyesület Diszpécser Szolgálata mindezidáig 4500 alkalommal szervezte meg hajléktalan emberek ellátását, emellett mintegy 14000 adag élelmiszert osztottak ki, és több mint 3000 alkalommal segítettek utcán krízis helyzetbe került embereknek. Nyíregyházán a szakemberek becslései alapján 3-400 hajléktalan él, akiknek döntő többsége elfogadja a szociális intézmények védőhálóját, de egy kisebb részük más úton próbál túlélni. Elsősorban rájuk fókuszálnak az Egyesület munkatársai. Akikkel mi napi rendszeres kapcsolatban vagyunk, az körülbelül 50-60 fő, és akik még így hajléktalanok a városban, és mondjuk utcai munkát nem lesz nekik igénybe, de a szállásnyújtó intézményeket igen, általában azt mondjuk, hogy 3-400 hajléktalan emberről beszélhetünk a városban. Ez nyilván nem egy felméréssel igazolható pontos adat, ez sokkal inkább egy becslés, illetve az intézményekben megfordult hajléktalanok számából. A szakember hangsúlyozta, a téli krízis időszakban különösen fontos, hogy a rászorulók ne maradjanak segítség nélkül, ezért hozták létre a 24 órás krízis autószolgálatot és a 24 órás diszpécser szolgálatot. A hajléktalanok segítésében a téli krízis időszak az mindig november 1-ig indul, és március 31-ig tart. Így tehát ugye gyakorlatilag az évnek az utolsó két hónapja, és a következő évnek az első három hónapja, és így összesen 5 hónapról van szó. Ilyenkor a hajléktalanok ellátása az egy kiemelt szakmai feladat, erről a szociális törvény rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az utcai szociális munka is este 10 óráig tart, tehát reggel 8-tól este 10 óráig, illetve 24 órában működik a regionális diszpécser szolgálat, és itt nekünk a városban, illetve Szabolcs megyében is mi üzemeltetjük a 24 órás krízisautó szolgálatot. Hozzátette, 2023-ban Minden ember számít címmel egy olyan új programsorozatot indítottak EU-s pályázati támogatással, amely a hajléktalan emberek méltóságára hívja fel a figyelmet. A hajléktalanok számára e program keretében lehetőség nyílhat többek között ingyenes színházi előadás látogatásra, közös kávézásra a lakossággal, a fiatal korosztály számára pedig alkotói pályázatot hirdettek.